Csak a sás és nád lengedezése töri meg a csendet a nagy káló harangoli víztározónál. Utóbbira rá sem ismerni, egy ideje üresen áll a medre. A látvány nem ismeretlen a környéken, minden évben leeresztik a tóvizét. Ilyenkor azonban már fel is szokták tölteni, idén viszont hosszabb szárasságra kell számítani. A tározót kezelő vízügyi igazgatóság ugyanis egy nagy beruházás részeként előbb kiszárítja, majd eltávolítja a mederben felgyülemlett iszapot amelyet aztán a parton helyeznek el. Ilyen jelentőse konstrukció még nem volt a tározó 40 éves történetében. Az előülepítőt is megújítjuk. Erre azért van szükség, hogy a főfolyáson érkező sok esetben hordalékkal terhelt víz szétterüljön, a sebessége lecsökkenjen, és a hordalékot a tározótér előtt rakja le, illetve kialakítunk egy biológiai szűrőmezőt, ezt a vizet nádasokra vezetjük majd rá, itt pedig a tápanyag legnagyobb részétől megszabadul a víz, és a lehető legtisztább víz érkezik a fő tározótérbe. A munkák hatására javulni fog a vízminősége, és a tározó tér is növekedni fog az iszapeltávolításnak köszönhetően. A víz visszatartó műtárgyak megújulnak, stabilizálják a töltéseket, és a harangodi főfolyáson is lesznek beruházások. Közben a 41-es főút elkerülő szakaszának körforgalmától nem messze egy állandó GDP építése zajlik. Emellett rohott térségében is dolgoznak a vízügyi szakemberek. Egy másik tározón is folyik ilyen munkálat, a tározó nem kellett leüríteni, kiszáradt magától, négy éve szárazonban. Szerencsére ott is egy projekt keretében elkezdődtek már a munkák, hiszen négy év alatt az az iszap nagyon jól kiszáradt, tehát gépi munka végzése alkalmas. És azt kell még elmondanunk, hogy itt a felső vidékén nagyon súlyos vízhiányjal küzdünk, különösen itt a nyílségben, hiszen ahogy említettem, van egy tározó, ami szárazon, egy másik tározó, a Pazalnyi tározó, az ott sem tudunk vizet visszatartani, és a legnagyobb probléma a természetvédelmi terület, a vajai tározó területe is a küzd. Tehát a idei hóból nem keletkezett olyan lefolyás egyik területen se, hogy a tározókat megfelelő szintre fel tudtuk volna tölteni. A látványos és érzékelhető munkálatokra a természetvédelem, a halászok, az önkormányzatok és a lakosság részéről is nagy az igény. Nagy harangodon is sokan várják a száraz tómeder vízzel való feltöltését. A népszerű horgász és kirándulóhely a tervek szerint csak az év végén nyerheti vissza megszokott formáját, de ez nagyban függ az időjárás és vízjárási viszonyoktól. A teljes projekt pedig 2020. harmadik negyedévében zárulhat le a megyében.